Üdvözöllek szeretettel, újra jelentkezem, és nézzük meg, hogy a 23. igehirdetés a tegnapi miről szól. Tegnap ugye elmaradt, hát ugye, hát, hogy mondjam, tehát egészségi okok miatt ugye elmaradt a tegnap, de most bepótoljuk, jó? Tehát a tegnapit is. Nézzem meg, hogy azt hiszem, hogy jó. Működik a mikrofon, azt néztem. Nézzük. Túl fogsz jutni ezén. Megtölti még szádat nevetéssel, és ajkaidat ujjongással. Jobb 8-21. Amikor a szívünk összetűrik, néha előfordul, hogy a gyógyulás történik előbb, és a válaszok csak később jönnek. De ha belegondolsz, nem járnál szívesebben Istennel a sötétben, mint egyedül a világosban? Kétséges, hogy jobb megértette te valaha, teljesen az őt írt vesztesség miértjét. Azt azonban hallania kellett, hogy Isten megtölti még szádat nevetéssel, és ajkaidat ujjongással. Isten neked is ezt ígéri. L. Steinway John teológus mondta, bármi, ami kevesebb, mint Isten, csalódást fog okozni. Istennek van elegendő kegyelme, hogy átsegítsen minden nehéz helyzetén. Minden szükséget be tud tölteni. Minden problémára van megoldása. Minden fájdalomra van gyógyírja. Amikor Jeremiás visszaemlékezett mindarra, amin Isten átsegítette, ezt a következtetést vonta le. Neked semmi sem lehetetlen. Jeremiás 32.17. Isten keresi a lehetőségeket, hogy megmutassa, mit tud tenni érted, ha bízol benne. Dávid azt mondta. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Zsoltárok 25:7. Ugye örülsz, hogy Isten jósága és kegyelme az ő jellemén alapul, és nem a tiéden? Corrie ten Boom így fogalmazott. Ha el akarsz csüggedni, nézd magadba. Ha legyőzöttnek akarod érezni magad, tekints vissza az életedre. Ha össze akarsz zavarodni, nézz körül. De ha meg akarsz szabadulni, akkor nézz fel. A mai igát át számodra ez. Isten kegyelméből ezen is túl fogsz jutni. Szép volt. Akkor nézzük a mait is, jó? Ma ége hirdetést. Eladva Istennek. Kárba veszni hagytam is. Szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Filippi 3:7-8. Mielőtt felfedeznénk az Istentől kapott életcélunkat, gyakran tapasztalunk egy sor olyan viszontagságot, ami miatt el kell engednünk a múlandó dolgokat, és meg kell ragadnunk azt, ami örök.
Pál számára ez minden földi tulajdon elvesztését jelentette. Másoknak ez jelentheti a válás csatait a bíróságon. Amikor az a személy, akit a mindenednek tartottál, elhagy hirtelen, elveszítesz mindent, amit eddig a tiéd volt. Nézd csak Jobot. Otthon a romokban a házasság, a rossz tréfa, a gyermekei halottak. Ekkor fedezte fel, hogy meg lehet fosztva a mulandóktól, de az örökkévalóktól nem. Elveszíthetjük a vagyonunkat, a barátainkat, és a hírnevünket, de a jellemünket és az Istenbe vezet hitünket senki sem veheti el tőlünk. Ezek a dolgok az élet minden veszteségét túlélik. Jó, picit megpihenek, úgy érzem, meg kell pihenjek. Jövök hamarosan. Jó, itt vagyok. Akkor folytatjuk, jó? Na, nézzük meg. Jó. Tehát a Bibliában azt olvassuk, hogy Jobb a földre ásva leborult, és áldotta Istent. Jobb 1:20 KJV. Tovább mutatom. Az igazi imádat az áldozat tüzében születik. Ha oda tudsz tenni az oltára valamit, amiről azt gondoltad, hogy a tied, hogy a tiéd, de rájöttél, hogy igazából mindig is Istené volt, ez az igazi Isten tisztelet. Nézd csak meg Ábrahám oltárát. Isten nem azt akarta, hogy megölje Izsákot. Azt akarta tudni, hogy van-e valami, amit Ábrahám jobban szeret nála. Ez az áldozat eljutni odáig, ahol itt tudsz imádkozni. Uram, itt vannak a sérelmeim, a meg nem bocsátásom, az érzés, hogy jó benyomást akarok tenni másokra, az időm, a tehetségem és a vagyonom, bármi, amiben belemerültem, ami akadályozza, hogy teljesen a tied legyek. Nem kell elvenned tőlem ezeket a dolgokat, mert örömmel adok oda mindent azért, hogy olyanná legyek, amilyennek te akarsz látni. Te tudsz így imádkozni?
Nem könnyű, de megváltoztatja az életedet. Igen, szép volt. Na jó, ez lett volna 24-a hirdetés a mai. Elnézést, egy kicsit így nehézkésen sikerült egyik a másikot, illetve egyik a másik után beolvasni két igen hirdetést, csak valahogy nem. Mostanában kicsit olyan, na, mit mondjak, hát olyan erőtlenebb vagyok, fáradtabb vagyok, hogy miért, nem tudom, valami oka van ennek is, csak jó lenne tudja az ember, hogy mi az oka ennek, de na mindegy, lényeg, hogy itt vagyok, az Úr eljutott, igaz. Jó, akkor hónap jelentkezem a hónapival. Hónapi az erről fog szólni. Vezetéssel járó nyomás kezelése. Tehát erről fogok nektek hónap olvasni. Jó? Itt van. Látjátok, erről majd olvasok hónapja. Na minden jót, akkor köszönjük, hogy meghallgattatok a legjobbakat. Sziasztok, szép napot!